Ahogy mondani szokták, egy gombos tűt sem lehetett lejteni az evangélikus templomban, ahol a 7 órakor kinyitott ajtókon bezúduló tömeg egy pillanat alatt megtöltötte az épületet. Pontban 8-kor aztán lupták Györgyesperes bevezető gondolatai után, felcsendültek az első akkordok, amelyek egy egészen más világba repítették a hallgatóságot. Hihetetlen élmény volt szemnek, fülnek és léleknek egyaránt. Kóbor János, Benkő László, Debreceni Ferenc, Szekeres Tamás, Szülősi Kati és Földi Albert, a 8-tagú vonós fúvós szekció és persze a szárnyaló gaszpersasok elkápráztattak mindenkit. Nekem is hatalmas nagy élmény volt, mert ez a én ifjú korom muzsikája volt, és én mindig szerettem őket, mert szerettem az olyan zenét, ahol van dallam, és lehet mondjuk autóba ővel dúdolni, és a szövegnek üzenete van. Nagyszerű dolog volt. Én nem, az jutott eszembe, hogy amikor 1970 táján gimnazista koromban hallottam őket először, akkor a Trombitás Frédi volt a sláger, erre emlékszem, Cegléden, egy kultúrház, és én említem, hogy egyszer együtt fogunk állni egy színpadon, nekem ez megtiszteltetés is volt, azt kell, hogy mondjam. Az elhangzott dalok háromnegyede az oratórium koncerteket megelőzően soha nem csendült fel még élőben, vagy csak egyetlen alkalommal. Drámai erővel szólaltak meg a jól ismert csendes balladák, az Éjszakai Országúton vagy a ballada a Fegyverkovács fiáról, mely régi emlékeket szakított fel Benkő Lászlóban is. Éppen ezek a sokat hallott dallamok erősítik fel a közönségben a hitet, azt a hitet, amely túlmutat felekezeten és valláson. Mi azt érezzük ebbe fontosnak, és most nem kimondottan vallásra gondolunk, hogy hit nélkül semmit nem ér az egész. Tehát az emberekben kell, hogy legyen hit, jó kedv. Ez a letergia, ami ebbe az országban ugye amúgy a hétköznapokban van, az nagyon nem vezet semmi jóra. Tehát, hogy valahogy hitet kellene adni az embereknek, és ezt nem azt mondom, hogy csak mi fogjuk tudni, de talán hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy hittel, bizalommal, lendülettel, elképzelésekkel, jó kedvel, jó hangulattal mindent másképp lehet csinálni, mint rossz kedven, letargikusan, mérgesen, haragosan, gyűlölködve. Szóval úgy nem lehet semmi a sehová jutni. A boldog angyalok, a megszentelt világ, a koncert a mennyben, az egy új nap a teremtésben, vagy az égben levegők csarnoka, mind olyan dal, mintha templomi környezetbe íródott volna. Illett is ide, a lézerfények pedig csak fokozták a földön túli hatást. Nehéz szavakat találni arra az élményre, amelyet átélhetett a több mint ezres közönség. Ahogy az egyik szervező az oratórium Facebook oldalán írta, a legjobbat akartátok, a legjobbat kaptátok.